egyre többen váltanak húsmentes életmódra, ki etikai, ki egészségügyi megfontolásból, ki pedig divatból. Az átlagember a hús, illetve a hús és valamennyi állati eredetű élelmiszer mellőzésén alapuló étrendet különbözteti meg csupán, előbbit vegetáriánusnak, utóbbit vegánnak nevezve. A paletta ennél azonban jóval szélesebb, ugyanis vannak más, vegyes irányzatok is. Aki ezt az irányzatot követi, tulajdonképpen elhatárolódik minden olyan élelmiszertől, nyersanyagtól, ételtől, aminek az előállítása során állat került felhasználásra, földolgozásra, csúnyán mondva megletölve az állat. Annak érdekében, hogy a tányérunkon ugye ott lehessen. Ennek vannak különböző típusai, vagy különböző alfajai. Ezeket egy picit így elmagyaráznám, mert ugye sokszor a köztudatban csak az van benne, hogy aki vega, az nem eszik húst. Tehát a köztudatban leginkább ez van benne, viszont a vegetáriánus étrendnek ugye különböző típusai vannak, amik meg tudják engedni azt, hogy azért mégiscsak valamilyen állati eredetű termékeket fogyaszthasson az illető. A legelterjedtebb talán a semi-vega irányzat, mert ott mindenféle állati eredetű terméket kizár az étkezéseiből, viszont a csirkehúst és az abból készült termékeket, valamint a halat azt megengedi, hogy elfogyassza az illető. Tehát igazából ez egy könnyed változata ennek a vegetáriánus étrendnek, azon túl, hogy tényleg bármilyen más állat húsát elutasítja. Tehát így nem fogja elfogyasztani sem a tojást, sem a tejterméket, de egyébként a csirkehúst és magát a halat, vagy halból készült más termékeket egyébként igen. Aztán van az ovo vegetáriánus, ami azt jelenti, hogy ugye a tojást és a tojásételeket például megeszi, de minden más húsételt ugyanúgy elutasít. Aztán van a laktovegetáriánus, aki a tejterméket, a tejet simán elfogyasztja, viszont ezen kívül a tojást és bármilyen más húsételt, húskészítményt nem. Van a kettőnek a keveréke, ugye van ez a laktoovovegetáriánus, tejet, tejterméket, tojást szívesen fogyaszt, viszont a húsokat, húskészítményeket nem. Egyébként vannak olyanok, akik mondjuk csak gyümölcsöt fogyasztanak. Én megmondom őszintén, hogy ilyennel még nem találkoztam, de a tankönyvek leírják, hogy egyébként ilyenek is vannak. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez az, ami a legkevésbé fenntartható, tehát annyira egyoldalú ez az a táplálkozás, hogy nagyon-nagyon korán alakulnak ki mindenféle hiánybetegségek, meg én azt gondolom, hogy tényleg ezt hosszú távon nem lehet fenntartani. Vannak a nyers vegetariánusok, ők leginkább, tehát ilyen 75-80%-ban csak nyersen fogyasztják el az ételeket. Ugyanúgy kizárnak mindenféle húst és húskészítményt, de hogy nem főzik meg mondjuk a zöldségeket, nem párolják meg, nem sütik meg, nem grillezik meg. És akkor igazából ezen belül van a vegán étrend, vagy van a vegán életmód, ugye picikét itt is helyre kell tenni, hogy tulajdonképpen melyikről is beszélgetünk. Vegán étrend vagy életmód, mindegy, hogy melyik kerül szóba, mind a kettő teljes mértékben elutasítja azokat az élelmiszereket, nyersanyagokat, azokat a kozmetikai szereket, azokat a tisztálkodási, tisztítóeszközöket, azokat a ruhákat, bármilyen használati tárgyat, aminek az elkészítéséhez állatokat használtak föl, megint csak ugye állatokat végeztek ki, állatkísérletekkel vizsgálták a termékeket, az olyan termékeket teljes mértékben elutasítja, aminek köze van az állatokhoz. Picit helyre kell tenni itt is, hogy igazából az étrendről vagy az életmódról beszélünk. Mert aki az étrendet követi, a vegán étrendet, ő az étrenden kívül egyébként mondjuk simán hord olyan ruhát, ami mondjuk bőrből készült, tehát hogy aminek azért van köze az állatokhoz, de az étrendjében teljes mértékben elhatárolódik minden ilyen állati terméktől. Nem csak a húsokról kell beszélni, a tejtermékekről, a tojásról, akár a méz is ugye ide tartozik, ugye a méheknek a vonatkozásában. Tehát hogy ők tényleg így az étkezésben ezeket elkerülik. Ezen kívül egyébként, amit mondjuk szívesen fogyasztanak, vagy amit megenged a vegán életmód, ugye mindenféle zöldség, gyümölcs, ezeket szabadon lehet fogyasztani. Gabonafélék, gabonából készült termékek, száraz hüvelyesek, ugye az ilyen bab, borsó, lencse és társai, olajos magvak, gombák, ezeket igazából lehet fogyasztani. Hogy miért választja valaki a húsmentes étrendet, illetve életmódot, annak számtalan oka lehet, és nem is feltétlenül csupán a gyakran hangoztatott állatvédelem áll ezek hátterében. Miért lesz valaki vegán? Ugye vannak ennek ilyen etikai okai,
vannak azok, akik egészségügyi megfontolásból lesznek vegánok. Itt inkább az ilyen nem emésztőrendszeri daganatokra kell gondolni, tehát azért nagyon-nagyon sok feldolgozott élelmiszer, amit a mindennapokban egyébként egy hagyományos étrenden lévő elfogyaszt, azért az eléggé meg tudja terhelni az emésztőrendszert. Ugye szívérrendszeri betegségek is kisebb számban fordulnak elő egy ilyen növényi étrendet követőnél, hiszen mondjuk náluk nincsenek jelen a zsírosabb húskészítmények, felvágottak húsok vagy zsírosabb ételek, addig egy hagyományos étrenden lévőnél azért majd, hogy nem minden nap valami elő szokott fordulni. Hátránya lehet ezeknek az étrendeknek az, hogy ha nem jól van összeállítva, akkor nagyon-nagyon korán hiány állapotok alakulhatnak ki. A vitaminok, ásványanyagok, nyomelemeknek a hiánya, ha nem is annyira szembetűnő, de hogyha ezt valaki hosszú távon nem helyesen csinálja ezt az étrendet, akkor azért idegrendszeri problémák lehetnek, megint csak az, hogy fáradékonyság, aluszékonyság, ingerlékenység, tehát ezek mind-mind előjöhetnek. Tehát igazából, hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne a vegán életmódra áttérni, akkor én javaslom, hogy dietetikus szakemberrel azért konzultáljon, mert nem mindegy, hogy mit mivel párosít össze. A vegetáriánus étrendre is abszolút igaz, tehát ott is, hogyha valaki nem jól válogatja össze a nyersanyagokat, alapanyagokat, akkor abszolút ugyanezek a hiányállapotok tudnak kialakulni. Leginkább amire gondolni kell, ugye a hús fogyasztás mellőzésénél, ugye a B12 vitaminnak a hiánya. Tehát igazából én mindig azt szoktam javasolni a hozzám fordulóknak, hogy érdemes azért valami étrendkiegészítőt szedni, amiben tényleg megtalálhatók azok a vitaminok, ásványanyagok, amik a mindennapokban szükségesek. Tehát valami komplexumot érdemesebb szedni, nem csak egyfajtát, hogy most akkor C-vitamin, D-vitamin, hanem inkább valami multivitamint érdemes szedni. A B12 szintet pedig egy laborvizsgálat során érdemes rendszeresen megnézetni, mondjuk évente egyszer, fél évente egyszer, és abból egyből szembe fog tűnni az, hogy na most hiányállapot alakult ki, vagy egyébként jól össze van állítva az étrend, és egyébként nincsen semmi probléma. Ahogy minden diéta, úgy a hús és állati eredetű termékek mellőzésén alapuló étrend sem ajánlható mindenkinek, vagy legalábbis az ész nélküli módja nem. Mielőtt valaki változtatna az addigi életvitelén, jobb, ha ezt fokozatosan teszi, és nem árt az sem, ha előtte orvossal konzultál. A legújabb kutatások szerint ma már minden életkorban, minden egészségi állapotban ez ajánlott. Tehát, hogy nincs olyan, hogy na most akkor ez bárkinek tilos lenne. Én azonban azt szoktam mondani, hogy ha valaki mondjuk várandóság előtt áll, kisgyermeke van, akit mondjuk szoptat, gyermekeknél, pici gyerekeknél, időskorban, ha valami betegség áll fent, akkor azért át kell gondolni, hogy tényleg ez a legjobb ilyen étkezési irányzat, amit szeretnénk követni. Nyilván ezekben az állapotokban is lehet követni, csak mindenképpen szükséges, hogy szakemberrel ez meg legyen beszélve, ugye megint csak a hiányállapotok kialakulásának elkerülése miatt. Akár ilyen, akár olyan okból tér át valaki a hús és állati eredetű termékektől mentes életre, lépésről lépésre haladjon a változás útján, különben úgy jár majd, mint az egyszeri fogyókúrázó, aki gyorsan szeretett volna sok kilótól megszabadulni, lehetőleg különösebb energiabefektetés, azaz komplett életmódváltás nélkül, és végül még többet mutatott alatta a mérleg, mint kezdetben. A hús mértékkel való fogyasztása lehet az első lépés, a többi meg majd jön magától.